Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Két olyan levélről van szó, amit, hogyha a Szentírás kitetszenek nyitni, akkor Pál apostol, mint szerző, megnevezése kerül. Kezdjük a Tituszhoz írt levéllel, ami a bevezetés tudományi szempontból úgy szokták nevezni, hogy a pásztori levelekhez tartozik. Pásztori levelekhez még a Timóteushoz írott első, meg második levél is oda sorolandó. Az elnevezésnek az a lényeg, nem tudom, korábban lehet, hogy a Timóteushoz írott levél kapcsán már volt szó. Tehát itt az a lényeg, hogy nem egy gyülekezet a címzet, nem egy közösség egésze kapja a levelet, hanem egy személy, aki nyilván egyébként valamilyen gyülekezeti közösséget képvisel, de alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy ez mondjuk így, hogy magánlevél, de nem abban az értelemben, ahogy mondjuk mi egymásnak levelet írunk, hiszen majd itt a Tituszhoz írt levélben is látni fogjuk, hogy bár Titusnak szól a levél, de olyan feladatokat vagy utasításokat, tudnivalókat ad át az apostol, ami nyilván az adott helyi közösség vezetése szempontjából apostoli tanács. Igazán a pásztori kifejezés az jelenti ebben az összefüggésben azt is, hogy az apostol, mint lelki pásztor, a munkatársait tanácsolja, segíti, vezeti őket, és vagy itt jelen esetben konkrét feladatokat is ad. Egyébként ezt az elnevezést a 18. században használták először, tehát annyira nem a régi kifejezés ezt. A lényeg, hogy nézzük a szerzőt, itt az előbb már utaltam Pál apostol személyére, de hogy akkor tényleg ez hogyan is állt. Ugye a 19. században főleg a német teológia elkezdett mindent megkérdőjelezni, ez ugye a felvilágosodásnak az eredménye lett, és minden, amit a Bibliában lehet olvasni, azt megcáfoltak, vagy szó szerint megkérdőjeleztek. Ma már egy kicsit más a helyzet, azért ma már a teológia iránya is inkább az, hogy visszatérni a Szentíráshoz, a tudósokat hagyni a tudománnyal foglalkozni, a teológusokat meg hagyni a teológiával, illetve a Bibliával foglalkozni. Nyilván, ahogy halad az idő, a különböző ilyen tudományágak átfedése, meg egymás határterületeinek a feszegetése az nagyon sokáig divat volt. Amiért igazán itt felvetődött az a kérdés, hogy talán mégsem Pál írta, annak a háttere az az, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, ami egyébként általában annak az első néhány évnek a dokumentumaként tekintünk, az abszolút semmilyen instrukciót, információt, támpontot nem tartalmaz azzal kapcsolatban, ami a Titushoz írt levélben megjelenik. Tehát ez volt az alapja annak, hogy elkezdték piszkálni ezt az ügyet, hogy vajon Pál írta el vagy sem. Az én részemről nem kérdés, mert hogy nem csak bibliai források állnak a rendelkezésünkre. Én elosztam az Apostoli Atyák című könyvet, ez egy gyűjtemény igazán, a második nemzedék a teológusoknak, egyházvezetőknek, tehát azokat nevezzük Apostoli Atyáknak, akik az apostolok közvetlen tanítványi köréhez tartoztak, és akkor az apostolok halála után az egyházat, a gyülekezeteket vezették, igét hirdettek, stb. Na és hát ezek között azért olyan információk felelhetőek, jelen esetben a római Kelemenre gondolok, aki például teljesen egyértelmű, hogy a jelen esetben Titushoz írt levelet, azt Pálnak tulajdonítja, de nem csak ez a lényeg, és ez a második század elején vagyunk, tehát viszonylag csak pár évvel vagy évtizeddel Pál után, hanem az is, hogy olyan körülményeket is leír, illetve számunkra hozzáférhetővé tesz, ami az apostolok cselekedetében nincs benne, de nincs okunk megkérdőjelezni, hogy az események így zajlottak. Mondom, hogy miről van szó. Ugye az apostolok cselekedete nem csak két fogságról beszél Pál esetében, római Kelemen azonban konkrétan hétről. Olvasom is ezt a levelet, egyébként a korintusi gyülekezetnek írja. Idézem a leveléből az 5. fejezet 6. versét, azt mondja Pálról, 7 ízben kellett neki börtönt elviselni, menekült, megkövezték, hirdette az igét keleten és nyugaton, hitének nagy híre messzire elterjedt. Az egész világon tanította az igazságot, így jutott el a nyugat határához, majd a kormányzók előtt halt vértanú halált. Ilyenképp hagyta el ő ezt a világot, és jutott a megszentelés helyére, így lett belőle a béketűrés legkiemelkedőbb mintaképe. Ez egy szép nekrológ is egyúttal, nem? Tehát ebben a bővített, összetett mondatban gyönyörűen beszél Pálról. De nagyon sok olyan információ van benne, ami nekünk most fontos. Az egyik az, hogy Pálnak nem csak 2, hanem 7 olyan alkalom is volt, amikor börtönbe zárták. Tudunk erről is, részben az apostolok cselekedete is említi. A dolog háttere az annyi, hogy különböző körülmények között raboskodott Pál, és ezen raboskodások eltérő lehetőséget adtak neki arra, hogy érintkezzen a gyülekezet tagjaival. Volt olyan, amikor házi őrizetben volt, tehát a házi őrizet már 2000 éve is ismert volt, azért katonák őrizték az illetőt, de otthon volt, viszont fogadhatott barátokat, ismerősöket, tehát amiről például szó van ezekben a levelekben, az egy teljesen életszerű helyzet,
hogy ilyen körülmények között, például Rómában, mert hogy ott történt ez, erre lehetőség nyílt. De van más ilyen helyzet, amikor Efézusban börtönben van, ott kizárt, hogy tudott volna mondjuk a gyülekezet vezetőivel bármilyen tanácskozást folytatni, mert ott effektíve cellába volt zárva. Na most ugye azok, amit a Tituszhoz írt levélben olvasunk, hogy rab vagy fogságban van, de ott vannak vele és felsorolja, hogy kik, azok teljesen elképzelhetetlenné tesznek egy hagyományos értelemben vett börtön létet. Sokkal inkább egy ilyen háziőrizetet tartunk valószínűnek. Erről viszont Római Kelemen ebben az előbb idézett levelében később még ír. Tehát a lényeg az az, hogy csak azért, mert a Szentírásban nem látjuk ennek a történelmi hátterét, ez más forrásokból megerősítést nyer. Egyébként csak annyi a magyarázat, hogy Lukács, ahol abba hagyja az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, ugye az eseményeket egy bizonyos pontig elmondja, ott félbe marad a könyv, nem írta tovább, ott nyilván eljutott a jelenig. Lezárta, és aztán hát később, hogy lett volna rá lehetősége, talán folytatta volna, de hát erről nekünk nincsen információnk. Hogy kicsit még az évszámokhoz is közelítsük a dolgot, ez az előbbi következtetés csak azért érdekes, mert így körülbelül be tudjuk határolni, hogy Krisztus után 62 és 64 közé esik a Tituszhoz írt levél keletkezési ideje. Vannak olyan kommentárok, amik ezt 65-re teszik. Miért érdekes ez? Mert ez így nekünk borzalmasan nem mond semmit, de mindjárt mondok egy-két infót, ami miatt ez viszont teljesen más elbírálás alá esik. A 60-as években az egyház helyzete még viszonylag stabil volt, ami alatt azt értem, hogy nem volt módszeres szervezett üldözés. Ugye 70-ben rombolják le a rómaiak a jeruzsálemi templomot, lehetetlenítették a működést, illetve hát a zsidóknak megtiltották a Palesztinában létezést. Na most a lényeg az, hogy innentől kezdve minden átszerveződött, és más formában kellett berendezze magát a zsidóság is, és innentől kezdve nagyon radikális szétválása a zsidóságnak és a kereszténységnek. Térjünk vissza a Tituszhoz írt levélhez. A lényeg, hogy az óegyházi hagyomány teljesen hitelesnek fogadja el páli forrás tekintve. Van még egy másik érdekesség, amit azért megemlítenék. Tehát a másik ok, amiért megkérdőjelezték Pál szerzőnek a létét a levél összefüggésében, hogy teljesen más szóhasználattal írja ezt a levelet, mint az összes többi levelét. Én nemrégiben a korintusi levél fordításával bíbelődtem, az első meg a második korintusi levél is elég nehéz, bár összehasonlíthatatlanul nehezebb a második korintusi levél, de nem csoda, hogy valaki a halál előtt nem sokkal ír egy levelet, már több évtizedes teológiai, lelkipásztori, vezetői háttérrel, tapasztalattal, akkor máshogy ír meg egy ilyen tanácsadó levelet, mint mondjuk írt volna meg 20 évvel korábban. Menjünk tovább, nézzük Titus személyét. Ki ez a Titus? Hát Tituszról nem sokat tudunk, tehát ez egy biztos pont, őről gyakorlatilag minimális az, ami kiderül. Valószínűleg antiókiai származású, Antiókia az a mai Törökország területén van, Törökországnak délkeleti részében. Egyébként ez volt az egyik legnagyobb keresztény központ az első században, tehát úgy kell kezelni, mint azért ez egy komoly, nagy befolyású és komoly létszámmal is bíró keresztény közösséget. Azt sem tudjuk, hogy az első találkozása Pálnak és Titusnak hogy volt. Az első ismert forrás, ahol megjelenik, az Pál Galata levele. Ott utal arra, hogy ő pogány származású, már tudnék Titus, illetve hogy ő vele, illetve Barnabással együtt mennek a jeruzsálemi apostoli zsinatra. Ez az első hely, ahol ő megjelenik. A második, ahol olvasunk róla, az a korintusi levél. Ott azt tudjuk meg, hogy Pál úgymond ügyesen használta a korintusi problémák megoldására. A korintusi gyülekezettel Pálnak igencsak meggyűlt a baja, rendkívül sokat kínlódott velük, és egyik alkalommal az egyik, hát ugye négy levelet írt a korintusiaknak, ebből az egyiket, az úgynevezett könnyekkel írt levelet, ez a Bibliában lévő első meg második korintusi levél közötti született, úgynevezett könnyek között született levelet, azt Titus vitte el a gyülekezetnek, ennyit tudunk. Illetve a következő az, ami magából a levélből derül ki. Tudnék a Titushoz írt levél első fejezet 5. versében a következőt olvassuk. A véget hagytalak téged Krétában, hogy a hátra maradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amiképpen én neked meghagytam. Na, tehát ugye a negyedik információm Titusról az, hogy ő hol kapott feladatot, Kréta szigetén. Amit itt elemeznünk kell, tehát Titus Krétán hagyása, vagy Krétán maradásának a célja az, hogy rendbe hozza a dolgokat. Most ez egy elég homályos kifejezés, és nem nagyon derül ki ebből, hogy mi lehetett. Én mindenképpen arra következtetek, egyébként majd a másik krétaiakról szóló leírás miatt, hogy itt gyakorlatilag valószínűleg egymás nyakának estek az emberek, és olyan botrányok voltak, ami miatt egy keménykezű
arra rátermett, határozott emberre volt szükség, aki mellesleg Pál számára megbízható. Tehát ha azt mondja neki, hogy fiam, ezt meg ezt csináld, akkor ő oda megy, és akkor ott ő azt megcsinálja. De magyarul azért küldte oda, hogy ott rendet tegyen. Tehát ebből azért arra is következtetünk, hogy Titus egy határozott fellépésű, és ilyen szempontból Pálhoz lojális személy volt. Egyébként megmondom őszintén, én nem dolgoztam volna Pállal. Tehát ahogyan ő bánik a munkatársaival, az nem igazán örültünk volna ilyen főnöknek szerintem. Tudnélik, volt vitája a munkatársaival, és abból kiderül, hogy kőkemény ember lehetett. De hát egyébként valószínűleg a környezet, az evangélium munkája, az nem is lehetett ez másképpen. A presbiterekről beszélünk mindjárt, hogy kik azok, és miért kellett őket városonként rendelni. Annyit tudunk a krétaiakról, és akkor menjünk bele ebbe jobban, hogy amikor az apostolok cselekedetei elején olvasunk az első keresztény pünkösdről, ugye ez a Szentlélek kitöltésének az ideje, akkor a leírásban krétaiak is szerepelnek, mint akik azon az ünnepen jelen vannak. Most, hogy a krétai kereszténység azoknak a tevékenysége során jött létre, vagy hogy egyáltalán kinek a munkálkodása hatására lettek Krétán gyülekezetek, erről nincsen semmilyen forrásunk. Annyit tudunk, vannak erre viszont utalások, hogy elég sok, majdnem 100 település volt Krétán, ez azért érdekes, mert viszonylag nem nagy sziget. Ugye Krétán viszont nagymúltú, több ezer éves kultúra, minoszi kultúra, az alapvetően a földközi tenger medencét uraló kultúra volt. A legújabb kutatások szerint Santorininek az egyik brutális kitörése pusztított el a minoszi kultúrát. Ugye egyesek szerint Atlantis, a nagyon rejtélyes város is ő hozzájuk kötődik, de vannak más elképzelések, hogy ez a mai Spanyolország területén volt. Ugye a lényeg az, hogy itt 30 évvel később vagyunk már a pünkösdhöz képest, tehát ugye mondtam, hogy 62 körül, az meg a 30-as évek elején volt, tehát ahhoz képest itt már 30 év eltelt. Tehát igazán bárki elhajózhatott Krétára az apostolok vagy a keresztény misszionáriusok közül, ennek nincs is jelentősége. De akkor nézzük, hogy milyenek voltak itt az emberek. 12. versben következőt mondja Pál, mondta valaki közülük, már tudnik a krétaiak közül, tehát önmagukról, az ő saját prófétájuk, a krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak. Hát azért ez kőkemény, nem? Tehát ha azt mondani egy népről, hogy ezek hazugok, gonosz vad emberek, ez az ember akkor... Már ha ilyeneket tetszettek volna, hallani, rögtön meggondolják, hogy elmennek-e Krétára, nem? Aztán ilyen, hogy rest hasak. Hát ugye ez a rest has, ez valami olyasmit jelenthet, hogy szeretnek sokat enni és henyélni. Egyes rossz májúak szerint a görögök azért is vannak ilyen válságban, mert amúgy nem nagyon szeretnek dolgozni, adózni, meg még kevésbé. Én nem tudom, mert mondom, nem jártam ott, hogy igaz-e vagy ne. Viszont azt tudjuk, hogy amit itt Pál ír, ezt nem ő találta ki. Tehát akkor most nézzük meg a másik oldalát. Valójában Pál, amit itt az előbb elolvastam, azt idézi egy krétai származású költőtől. Na most akkor itt rögtön másik érdekesség, mert azt mondja Pál, hogy a saját prófétájuk, de valójában ez az Epimedidész. Ő költő volt, csak azt kell tudni, az ókoriak úgy gondolkodtak a költőkről, hogy ők ilyen látnokok, proféták, tehát ők olyan titkokat tudnak és olyan lírai módon megfogalmazni, hogy nagy tiszteletben voltak, és szeretném ezt a krétaiakról írott teljes művet, mert Pál csak idéz belőle, azt mondja, ezrek sírboltot építettek neked, ó szent és magasságos, a krétaiak mindig hazudnak, gonosz vadak, rest hasak, de te nem halsz meg, élsz és örökké tartod magad, mert benned élünk, mozgunk és vagyunk. Bibliaolvasó embereknek ez az utolsó mondat talán rögtön ismerős is. Ugye ez a benned élünk, mozgunk és vagyunk, ezt Pál megint csak idézi, máshol, na hol idézi ezt Pál, és kinek? Ezt Pál, és ez az apostolok cselekedete tartalmazza, kérem szépen, amikor Athénba prédikál a Marsdombon, a filozófusok előtt ő próbálja fitoktatni a saját tudását, akkor idézi ezt. Egyébként ez az előbb felolvasott verse Zeusról szól. És akkor ugye így mondja, hogy a Zeusról ezt mondják a ti költőitek, hogy benned élünk, mozgunk és vagyunk, és akkor ezt a gondolatot használja fel arra, hogy Jézusról beszéljen. És akkor azt mondja, hogy hát igazán nem Zeus az igazi Isten, hanem az, aki a halálból visszatért. És akkor erre az aténi filozófusok azt mondják, jó van, majd meghallgatunk máskor. Tehát amikor a feltámadásról kezd el beszélni, akkor már azt mondják a görög filozófusok, hogy kösz szépen, Pál, ebből nem kérünk. Tehát, de ma is így van, nem? Tehát ha beszélünk erkölcsről, meg hegyi beszéd, ezeket szívesen meghallgatják az emberek, nem? Hogy tapasztalták? De elkezdünk ilyenekről beszélni, hogy feltámadás, meg üdvösség, akkor jó, ez már olyan szektás beszéd, ugye? Abban már akkor nem kérünk, az olyan, hogy menekülnek az emberek.
Pedig igazán a kereszténység alapja vagy lényege, és itt Pál is ír ebben a levélben erről. Még egy dolog, amit itt az előbb már utaltam, hogy visszatérünk rá, presbit. Kik ezek a presbiterek? Presbiterek, ez a kifejezés egy görög presbiteros szóból származó fogalom. Nem a kereszténység találta ki, ezek gyülekezet vezetői voltak, ma úgy mondanák, hogy lelkészei. Kicsit máshogy működnek a mai egyházi struktúrák, mint az akkoriak, megpróbálom röviden érthetővé tenni. Ez a presbiteri rendszer, ez alapvetően a zsidóságból származik. Van egy német teológus, Gerd Teyssennek hívják, ő szociológiai szempontból feldolgozta az első századot, rendkívül izgalmas írásai vannak, és ő sokat foglalkozik ezzel. Tehát a lényeg az, hogy a zsidók városonként, vagy településenként, zsinagógánként ezt a presbiteri rendszert építették ki, tehát ez a helyi vezetőt jelentette, vallási vezetőt, ha úgy tetszik. Nem képzett szemét jelent, tehát nem teológiát végzett, vagy nem tudós embert, hanem helyi vezetőt, akinek megvolt a civil foglalkozása, de emellett a helyi vallási közösséget vezette. Ez volt a presbiteros, amit mi presbiternek, vagy vénnek, ha olvasnak ilyet a Szentírásban, hogy vének, vagy presbiterek, az mind ugyanez a kifejezés. Van egy másik szó is erre, az episzkoposz, ezt is lehet, hogy már tetszettek hallani, ez magyarra püspöknek van fordítva. De az érdekes, hogy a presbiteros meg az episzkoposz az ugyanaz. A kettő ilyen váltó fogalom, valójában a presbiteros az a státuszt jelenti, az episzkoposz meg magát a feladatot, amit végezni kell. Ez a feladat pedig nem más, mint a szó szerint úgy fordíthatnánk, hogy gondnok vagy felügyelő. Tehát amit az előbb elmondtam, hogy a helyi vallási közösséget, ma úgy mondanánk, hogy gyülekezetet vezeti, felügyeli, összetartja, a rendre ügyel, a tévtanítókat távol tartja a közösségtől, lelki gondozza az embereket, prédikál, temet, tehát ma a lelki pásztorok látják el ezt a feladatot, tehát akkoriban ezt presbiternek vagy vénnek hívták. Tehát érdekes a változás, ugye ma már a püspök az valami a katolikus egyházban és a protestáns egyházakban is, ahol megvan ez a hierarchia, ott azok, tehát a püspökök az egy magasabb, a hierarchiában az egy magasabb státusz, általában egy régiónak, több gyülekezetnek, illetve lelkésznek a vezetője. Nálunk ezt egyháztereti elnöknek hívják, tehát nálunk a mi egyházunkban a püspök az valójában az egyháztereti elnök, csak nálunk ilyen amerikai struktúrában épül fel a dolog, nem pedig ebbe a korai első századi rendszerbe. A lényeg tehát, és akkor itt még az egésznek a hátteréről annyit, hogy a feladatuk mi volt. A levélből kiderül, hogy különböző problémák, olyan típusú problémák is megjelentek Krétán, ami a tanítással volt összefüggésben. Az első században elég sokat küszködtek, és Pál is, főleg az ő leveleiből tudunk erről, olyan típusú gondokkal, amik szerintem elég tanúságosak, az is, hogy kezeltem, meg az is, hogy honnan származtak. Sorolom. Tehát ilyenek voltak, és ez a levélben is olvasható, a különböző zsidóságból, vagy a zsidó keresztények közül származó tévtanítók, vagy az úgynevezett gnosztikusok. Mindjárt mondom, hogy ezek kik. A zsidóságból jött tévtanítókkal azt kell tudni, itt meg is nevezi, hogy a zsidó mitoszok, meg mózesi törvényekhez való visszatérés, meg különböző nemzetségtáblázatokkal való foglalkozás, és így tovább. Tehát ezek, akik igazán valószínűleg nem zsidók hitűek voltak, hanem zsidókból lett keresztények. Mi volt az ő bajuk? Azt kell látni, hogy ezek az emberek, akik a zsidóságból származtak, ők ugye értek az addig életükben a Tóra tanítása szerint, és hát ugye akkor már a Misna és a Talmud nagy része is megvolt, az azt megelőző századokban már elkezdték a babiloni rabbik írni, jeruzsálemiek is, tehát mindegy, ez nem lényeg, csak azt akarom mondani, hogy az ő számukra a Tóra megtartása az létkérdés volt. És a másik érdekesség, hogy az első században rendkívül népszerű volt a zsidó vallás a Római Birodalomban. Több ezer ember volt a szimpatizása a zsidó vallásnak, két ok miatt nem lettek a tíve tagjai a zsidó hitnek. Mit tetszene gondolni, mi az a két ok? Az egyik a körülmetélés. A másik probléma, hogy viszonylag elitista módon gondolkodtak, tehát igazán hiába tért mondjuk valaki a zsidó hitre, hiába metélkedett körül, nem kezelték őket önmagukkal egyenrangú partnerként. Tehát igazán nem fogadták be maguk közé úgy, hogy most, hogyha valaki azt mondta, hogy végigjárom ezt az utat, és nagyon bonyolult, nekem otthon megvan ez, milyen utat kellett végigjárnia, milyen brutális, és akkor ugye a körülmetélés, az, higgyék el, az egészen kicsi probléma volt ahhoz képest, amit egyébként végig kellett járni, míg eljutott oda, hogy akkor papíron teljes jogú volt, de valójában nem.
Na most ugye ez azt is eredményezte, hogy viszonylag távol tartották magukat úgy a közösségi élettől, de magát a zsidó hitet tényleg rajongtak érte. Ez bizonyítja az is, hogy még Krisztus előtt 250 körül lefordítják a héber szentíratokat görögre. Ugye ez a Septuaginta néven ismert mű, és gyakorlatilag akkor már, mire itt az első századhoz érünk, majd 300 éve görögül, magyarul a Római Birodalom köznyelvén, mert hogy nem latin, hanem a görög volt az államnyelv, vagy tehát ami mindenhol, tehát az egész Római Birodalomban el lehetett boldogulni, gyakorlatilag szabadon lehetett olvasni ezeket az iratokat. Na most tessenek elképzelni, hogy megjelenik a kereszténység alapvetően nem egy átlag római számára, vagy a birodalomban élő számára nem különbözött a zsidó és a keresztény hit annyira egymástól, viszont pont a páli tevékenység hatására lehetővé vált az, hogy ugye erről a vitáról lehet olvasni, tehát valaki lehetett egy pogány úgy keresztény, hogy nem kellett körülmetélni. Ugye ez egy vita is volt, hogy körül kellett metélni, és utána lehet megkeresztelni, vagy pedig egyből meg lehet a pogányt keresztelni. És akkor ugye az apostoli zsinat arra jut, hogy hát nem kell körülmetélni, meg lehet azonnal keresztelni, és teljes jogú tagjává válik a keresztény közösségnek. Tehát pontosan azokat a problémákat, amiket a zsidó nép támasztott akadályként a betérő pogányok számára, azt a kereszténység áthidalja, és így gyakorlatilag ezzel magyarázható főleg, hogy annyira népszerű, és az első század végére 6 millió ember lesz keresztény a Római Birodalomban. Tehát az a robbanásszerű növekedés az ennek is köszönhető volt, hogy már több száz éve ismertek voltak az ószövetségi iratok, és amikor van egy keresztény értelmezés, van egy ilyen lelkes, hitvalló bizonságtevés, mint ahogy a keresztény tanítók, apostolok, a gyülekezeti tagok részéről, akkor ez azonnal értő, halló fülekre talál a birodalomban, nem kell körülmetélni a férfiaknak magukat, mennek a vízbe, és már teljes jogú tagok, tehát nincs hátrányos megkülönböztetés, nem dörgölik az óruk alá, hogy te csak ilyen vagy, meg olyan vagy. Hát persze azt mondják, hogy hát akkor mi akarjuk ezt a hitet. Akarjuk ezt követni. Tehát azonnal nagyon népszerű lesz a kereszténység. Viszont nyilván ez a zsidókat bántja. Ez egy botrány, hogy egy csomó pogány bekerül a zsidó vallás közelébe. Most ez azért nehéz így, mert csak pár percünk van, hogy ezt így érzékeltessem, hogy ugye nekünk ma már teljesen szétválik a keresztény és zsidó vallás, de az első században ez nem volt ennyire egyértelmű. Tehát, hogy a különbséget nem lehetett látni. Igazán a Krisztus után a 70, azért mondtam az előbb, a jeruzsálemi templom lerombolása a határ. Addig teljesen egybemosódik a két felekezet, a két vallás, még akkor is, ha azért nagyok a különbségek, de a hit megélésében nem. Ugyanaz a szentírat, mert ugye az új szövetség még nem létezik, tehát a szentírás a kereszténység számára is a zsidó szentírás, tehát amit mi ószövetségként ismerünk, ugyanabból olvasnak, ugyanarról az Istenről beszélnek, ugyanazok a hit megélésének a szabály, stb. Az egyetlen ilyen eltérés, ami markáns, az egyrészt a Jézus személye, a másik pedig a törvényhez való viszonyulás. Ugye a zsidók számára a törvény, a Tóra megtartása az alapfeltétel. A keresztények számára pedig a Krisztusban való hit az alap. Na most ugye ez rögtön konfliktus szül, és Pál végig, tessenek elolvasni a Galata levelet, már tanulták, ott végig ezzel küzd, hogy jönnek ilyen jeruzsálemi tanítók, akik ott fölbojdítják az embereket a gyülekezetekben, és akkor rá akarják őket arra venni, hogy kérem szépen, jó, megkeresztelkedtek, de hát tessék csak megtartani a Tórát, minden rendelkezését, tessék a férfiaknak körülmetélkedni, meg a betartani a tisztasági, meg ilyen-olyan szabályokat. És akkor ugye ebből botrány van, és Pál azt mondja, ha visszatértek a Tórához, akkor rosszabbak vagytok, mint a pogányok. Na, nagyon keményen ír, ezt a Galata levélben el lehet olvasni. De ma nem ez a témánk. Viszont itt a krétaiaknál is ez probléma volt. Megjelentek ezek a tanítók itt is, hát ugye próbálták menteni, ami menthető, és ezért is utasítja Tituszt Pál. Olvasok egy részt, ami az egyik legemblematikusabb része ennek a levélnek. Ez egy ilyen hitvallásszerű, ezt egyébként érdemes, ha valaki szeretne ilyeneket csinálni, ezt érdemes megtanulni, ezt a pár verset. Ebben gyakorlatilag az egész keresztény hit lényege összefoglalása kerül, azért zseniális, olvasom. Ezt egyébként valószínűleg ilyen a keresztelendőknek tanították meg, a kerességük előtt ilyen hitvallásként, hogy mielőtt keresztelkedtek, akkor ezen a módon megvallották a hitüket. Hát
mondom, írni, olvasni nem tudó emberekről van döntően szó, tehát ott nem olyan volt, hogy fogták és elkezdték olvasni a Bibliát. Nem tudtak olvasni, de azért nem voltak buták, tehát memorizálni tudtak ilyen szövegeket, és akkor ebben benne volt mindaz, ami a keresztény hit lényege, tessenek figyelni, zseniális. Azt mondja, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván a boldog reménységet, a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ez zseniális, nem? Ebben benne van minden. Benne van, hogy honnan indulunk, hogy Krisztusban az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent, ez arra tanít, hogy megtagadva, elfogadva, híve, stb. Várván a reménységet, Krisztus visszatérését, közben, aki ugye önmagát adta értünk, hogy megtisztítson, és közben tessenek jó cselekedetekre igyekezni. Szerintem zseniális. Tehát mindaz, ami a keresztény hit lényege, ebbe az egy hosszú körmondatban benne van. Javaslom memorizálni. Ha úgy szeretnék az identitásukat, ha kereszténységgel így közel állnak a kereszténységhez, szerintem ebben a három versben benne van. Menjünk át a Filemonozit levélre. Kérem szépen, ez egy speciális levél, ez is egy személyhez szól, de ez teljesen más jellegű. A kérdés az itt, miért hagytuk ki a Tesszalonikai levelet? Azért veszük a Kolossé levél után, mert a Kolossé levél és a Filemonhoz írt levél összetartozik. Mindjárt elmagyarázom az egészet. Előtte a levélről úgy általában. Ugye a Filemon nevű személy, ő egy valószínűleg egy gazdag görög származású valaki volt, akinek a rabszolgája megszökött tőle. A rabszolga időközben keresztény lett. Történetesen Pállal kapcsolatba került. Kiderült ez a szituáció, az is, hogy Pál ismeri a gazdáját, és hát ugye nem volt mit tenni, írt egy levelet, és visszaküldte a rabszolgával együtt, a rabszolgát visszaküldte meg a levelet is vele, amelyben arról ír, és ez a levél lényege, hogy hát elvesztettél egy rabszolgát, de nyertél egy testvért, egy hittestvért. És hogy hát fogad vissza, ne büntesd meg, stb. Most ez egy nagyon izgalmas társadalmi problémát vet fel, hogy mi a helyzet a rabszolgassággal az első században, egyáltalán ennek a struktúrája, a második probléma, hogy a kereszténység hogyan áll az ilyen típusú kérdésekhez. Na de akkor előtte arról, hogy akkor mi köze a Kolossé levélhez. Ha valaki összehasonlítja a Kolossé levelet ezzel, akkor azt fogja találni, hogy a levél végén különböző személyek kíséretében, tehát úgy ír Pál, most nem mutatom önöket a neveket, tessenek elolvasni, kik azok a személyek, akik Pállal együtt vannak, miközben írja ezeket a leveleket. Ugyanazok a nevek. De nem ugyanabban a sorrendben a Kolossé levél végén, illetve a Filemonozit levél végén. Ez jó vagy rossz? Mit gondolnak? Ez segít nekünk, vagy hátráltat bennünket? Tehát a nevek ugyanazok, de más sorrendben. Tehát ugye az előbb én itt feszegettem ezt, hogy miket állítanak emberek arról, hogy most a Pál a szerző vagy sem. Ebben az esetben ez a tényező, hogy a levelek két levél végén ugyanazok a személyek, de nem ugyanabban a sorrendben, ez kimondottan a hitelességet igazolja. Tudnilik, abban az esetben, hogyha ez másolás lenne, akkor ugyanabban a sorrendben szerepelnének a nevek. Tehát nincs értelme összekeverni a neveket. A neveket akkor keverem össze, hogyha mit tudom én, a két levél megírása között eltelik pár óra, vagy pár nap, vagy esetleg egy-két hét. Még mindig ott vannak velem ugyanazok, de leülök írni egy másik levelet, és akkor leírom, hogy itt van, tudom én, Juli, Marcsi, Teri, mit tudom én, kicsoda, és akkor a következőben meg más sorrendben. Mert még mindig ott vannak velem, de most éppen a másik ülött velem, meg az elment, és akkor még, ja, ő is itt van, csak elment kenyérére, akkor végére írom a nevét. Korábban meg ő ült mellettem. Na, most csak, tehát ez inkább ez bizonyítja, ezért a magyarázatokban a kettő, tehát a Kolossé levél, illetve a Filemonozit levél együtt szerepel, mert hogy Pál ennek a megírását mind a kettőnek együtt írta meg, és nem csak ezért szerepel együtt, mert együtt írta, hanem azért, mert Filemon Kolosséban lakott. Tehát ment a két levél, a gyülekezetnek az egyik, meg külön Filemonnak is, mert ugye ő neki külön kellett valami izgalmas dologról írni, hogy meglett a rabszolga.
Most bocsánat, ez egy elnézést a párhuzamért, ez olyan, mint amikor mit valakinek ellopják az autóját, és akkor utána kap egy értesítést a rendőrségről, hogy kérem szépen megtaláltuk az autóját. Most ez durvának tűnik, de most itt ezzel rá akarom vezetni a témát a rabszolgaságra, mert hogy a rabszolgák mind a görög, mind a római világban igazán tárgyakként szerepeltek. Ezekért a rabszolgákért brutális összegeket fizettek. A görögöknél még a római világ előtt, tehát a görögök függetlenek voltak, tehát 160 előtt, Krisztus előtt, akkor ők teljesen, hogy mondjam, jogi szempontból más státusza volt a rabszolgáknak, ott például nem lehetett simán kivégezni vagy agyonverni egy rabszolgát, csak bírósági tárgyalással. Rómában nem, tehát Rómában azt csinált mindenki a rabszolgája valamit akart. Voltak ilyen rabszolgapiacok, ott azt csinálták, nem akarom sokkolni a társaságot, ott mesztelenül kiállították az embereket, nőket, férfiakat, gyerekeket, öregeket, teljesen mindegy, és akkor lehetett mustrálni. Megvenni, aki tetszett, aki megfelelő munkabírásúnak tűnt, vagy voltak olyanok is, és ez a helyi szabályokon is múlt, hogy a rabszolgák, tehát mondjuk nekem voltak rabszolgáim, és ők mondjuk gyermeket szültek, azok is azért rabszolgáim voltak. És ez egy jó üzletnek is tűnt rögtön. Tehát volt olyan, aki kimondottan ezzel foglalkozott, nem tudom máshogy kifejezni, tehát na most ez egy borzalmas dolog, mert ha belegondolunk mai 20.-21. századi fejjel, összerezzenünk ezen. Mert ezzel azt mondjuk, hogy ez valami iszonyat embertelen, és valahogy nekünk ez kezelhetetlen, bár a zárójelben megjegyzem, és most itt nem akarok nagyon kedélyeket borzolni, de nyugodtak lehetnek, hogy ma ugyanilyen rabszolgák vagyunk, csak a multiknak vagyunk, meg a bankoknak vagyunk a rabszolgái. Kit hogy tesztek rabszolgává ezek a társaságok, de ez most nem témánk. Ma ugyanilyen birodalmi viszonyok vannak, csak ma a birodalom központja nem Rómában van, hanem a Wall Street-en, New Yorkban. Tehát ez csak ennyi a különbség. De a rabszolgaság az ugyanúgy, bennünket is adnak, vesznek, csak mi nekünk most már személyigazolványunk van, az 2000 éve még nem volt. A lényeg nem ez, hanem az, hogy ezek az emberek gyakorlatilag egy olyan teljesen viszonylag rendezett jogi körülmények között voltak, de mégis törvényen kívüliek, mert ilyen szempontból már a római korban szabadon bántak velük az urak. De amikor a kereszténység megjelenik és elterjed, akkor ebben a társadalmi rétegben is nagyon népszerű. Most tessenek elképzelni azt a teljesen valószínűtlen helyzetet, van mondjuk egy gyülekezet X városban, és mondjuk a gyülekezetben keresztény év lesz egy rabszolga, nagy számban történt ilyen, tehát ez egy teljesen életszerű helyzet. Voltak, nem túl gyakori volt, de volt olyan, hogy írástudó volt egy rabszolga. Abban az esetben az nem ilyen állati munkát végeztettek vele, hanem volt sok olyan, amelyik intéző lett, tehát a gazdájának vagy az urának az ügyeit intézte, gazdaságügyeket, hát ugye képzettségénél fogva ilyen is lehetett. A nőket egyébként házi munkára, gyermekfelvigyázásra, tehát amikor gyerekek ma is kimennek, vagy ilyen 20 évesek, nem tudom én, hogy mondják ezt, ilyen babysitternek, az ugyanaz a rabszolgaság, nehogy kétségük legyen, az a modernkori rabszolgaság egy formája. Ugyanezt csinálták a rabszolgák a római korban, a nők. Na most képzeljük el, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben a rabszolga, mondjuk presbiter lesz egy gyülekezetben, mert mondjuk egy rátermett férfi, Szentlélek vezeti, a gyülekezet felismeri ezt a vezetői elhívást, és akkor a gyülekezetet vezeti. És akkor például képzeljük el, hogy X idő múlva az ura megkeresztelkedik, és az is tagja lesz a gyülekezetnek. Elképzelik ezt a feszültséget, hogy elmennek a gyülekezetbe Krisztust imádni, és a gyülekezet vezetője a saját rabszolgája. Akkor kikinek az ura? Kikinek kell szót fogadjon? Ez egy brutális, és nem egy ilyen szituáció van, illetve hát a rabszolgák itt-ott félre is értik, gondolom félre akarták érteni Pál írásait, és ahol a Krisztusban nyert szabadságról ír, ott elkezdenek a szabadságot úgy értelmezni, hogy akkor most már mi ellenállunk az urainknak. Most már mi nem akarunk szót fogadni, meg nem akarunk ilyen meg olyan, mert hát mi Krisztusban szabadok vagyunk. Brutális dolgokat ír Pál egy némelyik levelében a rabszolgáknak direkt. Tehát mondjuk a dulosz szót használja a görög újszövetség a rabszolgára, de az csak szolgát jelent, de ez valójában eredeti összefüggésben ezeket a rabszolgákat jelentette. Tehát gyakorlatilag szó szerint rendre utasítja, Pál sok ilyet ír, Péter is ír egyébként, majd arról többet fog beszélni. A lényeg, hogy ez egy komoly mindennapi probléma volt. Hát ma is lehetne ilyenről beszélni, hogy most mit tudom én, ne csaljunk adót, vagy nem tudom én, tartsuk be a
törvényeket, vagy ne hajtsunk gyorsan az úton, meg tehát mondjuk ma is lehetne ilyenekről beszélni. Ez ma egyébként annyira nem lenne népszerű, meg ugyanúgy azt mondanák nekem, hogy farizeus vagyok, vagy ilyen nem tudom, milyen eszemen dolgokat tanítok, meg hát gondolkodjak már el azon, hogy lehet befizetni rendesen az adót, meg betartani a sebességhatárokat, meg mindent. De nyugodjanak meg, 2000 éve a rabszolgák ugyanígy lázadtak, amikor azt mondta nekik Péter meg Pál, hogy tessék szót fogadni a gazdáiknak. Úgyhogy nincs különbség. Amikor mi lázadunk az ilyen mondatok ellen, akkor átérezzük, hogy a rabszolgák hogyan lázadtak 2000 éve azért, hogy mondjuk a keresztény élet uraiknak engedelmeskedjenek mondjuk egy ilyen szituációban. Na, szóval volt azért itten gond bőven, és ebben a helyzetben a gyülekezetnek helyt kellett állni, illetve ez ilyen problémákra választ találni. Hogy érzékeltessem az arányok, például Görögország attikai régiójában az egyik, ami hozzáférhető adatunk szerint, ezt egy Everett Ferguson nevű szerző ebben a régióban, hát ma úgy mondanánk, hogy hát nem megy ilyen járás a mi magyar viszonyaink között, most ez a járási rendszer újra életbe lép, tehát ennek a kapcsán, tehát így lehet látni az adatokat. 21 ezer szabad polgár volt Attikában, 10 ezer meteokus, ez jövevényt vagy bevándorlót jelent, és 400 ezer rabszolga. Tehát tetszenek érezni, tehát 21 ezer szabad polgár, és 400 ezer rabszolga. Hát ez 20-szorosa, tehát ez azért egy nagyon durva szám. Rómában a szenátusban felvetődött, hogy valamilyen speciális öltözetet hordjanak a rabszolgák, hogy föl lehessen őket ismerni. Mit tetszene gondolni, mi volt a szenátus döntése Rómában? Isten ments! Hát még kiderül a számukra, hogy többségben vannak és minket lenyomnak. Úgyhogy jobb, ha nem tudjuk, hogy ki a rabszolga és ki nem, mert akkor még mi kerülünk bajba. Hát azért jócskán nem, tehát ha van 20 ezer fogvatartó, van 400 ezer fogvatartott, na ki az erősebb? Ugye? Petőfi verse. Fölül a gája, alul a víznek árja, ugye? Tehát itt is ez volt ebben a társadalmi helyzetben, és a probléma abból adódott, és akkor térjünk vissza a Filemonhoz, hogy a rabszolgája, Onézimus, elszökött, és nagy valószínűséggel Rómába szökött. Több variáció is van, hogy Efézusba ment, meg mit tudom én hova ment. Én a Rómát tartom a legvalószínűbbnek. Rómában ekkor több mint 1 millióan laktak, aminek valószínűleg a nagy része rabszolga volt, és ott simán el lehetett tűnni. Tehát ez, amikor tetszenek ilyen aranyos amerikai filmeket látni, akkor hol tűnnek el a bűnözők? New Yorkban, meg Los Angelesben, ahol laknak 10 millióan. A lényeg az, hogy ott találkoznak, és ez az Onézimus ott, ahogy itt az előbb említettem, megtér, és akkor így kerül Pálhoz vissza. Egy érdekességet szeretnék végezetül mondani, megint csak az apostoli atyáktól. Egy másik szerző, aki Szent Ignác, őről annyit kell tudni, hogy ő az első keresztény mártír már a apostoli kor után. 110-ben vadállatok elé vetik Rómában, és akkor ő korábban Antiókiában volt püspök, vagy mondjam így, hogy gyülekezetnek a vezetője, vagy lelkésze, és őt elhurcolják onnan a rómaiak, és az út közben, amilyen több hétig tartott, tehát akkoriban azért volt benne jó is, hogy több hétig utaztak. Ebben az esetben tovább tartott az élete. Írt 7 levelet. 7 levelet írt gyülekezeteknek és magánszemélyeknek, ugye a Jelenések könyvében is van 7 levél, ugye az is eleve 7 kis-ázsiai gyülekezetnek szól. Na, Ignác is 7 levelet ír 7 kis-ázsiai gyülekezetnek, illetve személynek, és ami az érdekes, hogy amit az efézusi gyülekezetnek ír, abban azt olvassuk a levelében, egyébként nagyon tanulságosak a levelei, azt írja, hogy van egy Onézimus nevű püspök, kérem szépen, aki nem tudjuk, hogy az Onézimus-e, akiről itt szó van, ez a szökött és megtért rabszolga, de ha igen, akkor ez egy elég érdekes összefüggés tár föl. Tehát ugye egy szökött rabszolgából nem csak, hogy megtért keresztény lesz, hanem később egy nagy tekintélyű egyházi vagy gyülekezeti vezető is. Vagy így volt, vagy nem, mondjuk mi szeretjük az ilyen romantikus történeteket, úgyhogy fogjuk föl úgy, hogy ez a két személy ugyanaz. És akkor szép a történet, szóval szép kerek lesz ebből, és akkor talán sokkal többet üzen nekünk. Nem akarok a Filemonozit levélből túl sokat olvasni, ami még egy mondat, ami izgalmas ebben az egész sztoriban, hogy a keresztény egyház, vagy egyáltalán mondjuk Pál nem lép föl, és mondom, a kereszténység sem lépett föl, mikor a rabszolgaság ellen. De most ezt ilyen, megint ilyen mai, modern, 20. 21. századi fejjel vetem föl ezt a kérdést.
Tehát ugye manapság nagy divat mindig ilyen rendszerek, meg olyan mindenki harcol, mindenki ellen, mert mindenki azt hiszi, hogy neki van igaza. Most ugye egy ilyen, hogy mondjuk a rabszolgatartó rendszer ellen elkezdünk harcolni, ez egy modern vívmány, nem? Tehát ugye ezt a virtuális rabszolgasságot, amiről beszéltem az előbb, ezt most tegyük félre, tehát a szó szerint fizikai értelmelt rabszolgasságot azért a világ felszámolta. Na most ebben azért része volt a keresztény kultúrának, vagy társadalmi felfogásnak, de vegyük azt észre, hogy ez 2000 évvel ezelőtt nem volt aktuális. Tehát a kereszténységnek nem volt üzenete a rabszolgatartással szemben. Nem lépett föl az akkor fennálló társadalmi renddel szemben. Nem fogalmazott meg Pál, vagy bármelyik más keresztény szerző egyetlen egy mondatot sem azzal kapcsolatban, hogy a római birodalomnak a berendezkedése, társadalmi, politikai berendezkedése, az nem tudom én, ördögi, vagy olyan lenne, ami ellen uszított volna, és akkor mondjuk nem tudom, ilyen terrorista akciókra buzdított volna a birodalom ilyen-olyan területén. Most ez azért izgalmas, mert manapság meg a kereszténység azért egy kicsit másképpen viselkedik. Most én nem azt mondom, hogy az volt a jó, vagy ez a jó, vagy nem jó, ez vagy nem jó az, hanem amire szeretném felhívni a figyelmet, ezeket zárójelbe téve, ami viszont igaz. A keresztény üzenet alapvetően nem erről a világról szól, hanem az Isten országáról. Ami nem azt jelenti, hogy a keresztény ember itt ne álljon helyt, épp ellenkezőleg. Pont ilyeneket olvasunk, hogy nem tudom, imádkozzanak a vezetőkért, hogy békében éljenek, Péter is, Pál is ad ilyen tanácsokat, meg a felsőségnek engedelmeskedjenek, meg az akkori rendet betartva Pál visszaküldi a rabszolgát a gazdájának, stb. De alapvetően az üzenet nem arról szól, hogy itt valamilyen politikai tevékenységet tessék végrehajtani, szervezkedni, vagy összeállni, és akkor nem tudom mit csinálni, hanem az Isten országáról, a Krisztusban nyerhető üdvösségről, a hitről, a jó cselekedetről, a szeretet elvének a megéléséről szól alapvetően az evangélium vagy a keresztény üzenet. És ez azért zseniális, mert ez a társadalmi berendezkedések, ideológiák, kultúrák fölött áll. Tehát nem kell összekapcsolni és nem kell leragadni. Vannak ilyen felekezetek nálunk is Magyarországon, hogy ilyen itt meg ott bekapcsolódnak a pártpolitikába, hol itt, hol ott szobrokat állítanak, mások meg nem tudom én, imakommandókat, hogy ez nyerjen, az nyerjen a választásokon. Tehát én gondolom, hogy a kereszténységnek ez nem feladata. Tehát a keresztény embernek az a dolga, hogy maga körül a nyomort, ha meglátja, vagy a szükséget, akkor ott helytálljon, és ott a Krisztus üzenetét vigye szóban és cselekedetben, és élje azt, amit lát ezekben a bibliai könyvekben, vagy ezeket az értékeket a mindennapjaiban megvalósítsa. És akkor szerintem, hogy mondjam, élhetőbbé tudnánk tenni ezt a világot. Sokkal inkább tudnánk az emberek problémáit, inségét, szenvedését enyhíteni, ha ezeket aktívan megélnénk és komolyan vennénk. Ettől még a közéletben részt kell vennünk, mert ha a hallgatás is állásfoglalás, amikor erkölcstelenség van, fel kell emelni a szavunkat, amikor jó dologban oda kell mellé állni, de a pártpolitikát azt hagyjuk a szakemberekre. Mi foglalkozunk inkább a jóval, meg annak az értékeknek a képviselésével.